Kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit Balaton-Boglár város képviselő testületének 2022. február 28-ára mai napra meghirdetett rendkívüli ülését megnyitom. Köszöntöm alpolgármester urat, jegyző urat, a képviselőtestület tagjait, a vendégeinket, hivatalunk munkatársait és a sajtó képviselőit is. Természetesen mindenkit, aki most az élőadásban már be tudott kapcsolódni, illetve felvételről a Boglár Média valamelyik felületén majd megtekinti a mai ülés felvételét. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozat képes, 2 tagunk hiányzik igazoltan, így a napirendre teszek javaslatot, de előtte megkérem, hogy a hitelesítőket válasszuk meg. Ők kik voltak? Otto és Szilárd. Akkor a két képviselő úrra teszek javaslatot, Légy Ottóra és Tudi Szilárdra, aki egyetért. Köszönöm, egyhangú volt a képviselőtestület. A napirend elfogadása következik azzal a rövid kiegészítéssel, a módosított napirendre teszek javaslatot, hogy a nyílt ülés 5-ös napirendjében rövid szóbeli tájékoztatást, előterjesztést szeretnék venni a járványügyi segélyalap átalakítása kérdésében. Aki ezekkel egyetért, mielőtt még szavaztatnám, természetesen megkérdezem, van-e módosító vagy egyéb javaslata. Bocsánat, 2 zárt ülésünk is van. Nem érkezett javaslatmódosításra, tehát így a 4+1 napirend után bejelentés, illetve 2 zárt ülés napirendre teszek javaslatot. Aki egyetért, most szavazhat róla. Egy hangon képviselőtestület. Megnyitom az első napirendet. Tulajdonosi hozzájárulás műfüves pálya létesítéséhez. A képviselőtársaim már az előzőekben a bizottságon is tárgyaltuk, de természetesen mindenkinek itt a lehetősége, hogy kérdezzen és hozzászóljon. Ugye arról van szó, hogy újra lehetőség van. Egyszer már ugye volt egy ilyen lehetőség, akkor a képviselőtestület ezt nem támogatta. Most újra megkeresett minket a VBSC, hogy szeretnének tájázni műfüves pálya létesítésére, és ezzel kapcsolatos előterjesztéshez kell megadnunk a pályázat beadásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást. Bizottsági elnök asszony, kérdezem. Köszönöm. Kérdések következnek. Kalász Zoltán képviselő. Két kérdésem lenne, az egyik az, hogy most ez a fajta műfüves pálya, mert amikor a testület ellenőrizte a műfüves pályát, hogy utólag kiderült azt a fajta műfüves pályát, azt a típusot, amivel a szentséget kitöltött, az egészségkárosító volt. Most akkor ez a másik fajta típusú pálya lesz, ugye? Hát az előterjesztés mellett ott van a részletes leírása a pályának, ennél többet én sem tudok róla. Hétfényen nem jöttem, amit örülök, hogy ide jöttem, ez fénytegen lett kiküldöm, hogy a lejegyzetet nem tudta elősödni. A másik pedig, miért, ha most nézem az eredetileg, nem oda volt tervezve a pálya, hanem a pályának a déli oldalának a sarkában. Most ahogy nézem a kiárattól, hogy a hátsó kiárat jön, ugye az öltözökkel, ott lenne jobbra? Hát van egy térkép mellé. Hát igen, most azért kérdezem, hogy... Nem, mi gondoltuk, hogy oda kéne ezt, és pont egyesület gondolta, hogy ez a megfelelő helyszín. És ezt tettük a másik tulajdonossal is, a Jeles Károly. Illetve az jó, tehát az öltözők, hogy egy kicsit közelebb eső, ott a kondi part hát és a pálya között. Egyetlen egy, nem az, hogy elnevetés a legyen pálya, de még az egyetlen egy szabad terület, ahol akármilyen népünnepét, május 1-től valamit lehet csinálni. Közel van az öltözők közé, stb. Ott tulajdonképpen be fog szorulni minden a hátsó kiállatnál. Ott lesz az egyik pálya, másik pálya, mert eredetileg nem ott volt, eredetileg a déli pályának a bal sarkában lett volna. Mi erre kaptunk kérést, tehát nyilvánvalóan ezt tudjuk közvetíteni. Tehát... Jó. Most velünk ebben nem jutottunk itt, tehát ezt a kérést közvetítjük. Természetesen óvatos beleegyezésükről van szó, hiszen itt a terület az állammal közös tulajdon, osztatlan közös tulajdon már, de ez a terület egyébként a város használatában van a megosztás szerint. Igen? Pontosítás a bizottság ülésen már elmondtam, de itt is szeretném még egyszer elmondani, hogy az előterjesztésben előttük
helyvédi számát a sportterületnek, ami helyesen 1262/17-es. Jó, ezzel a módosítással fogjuk nyilván elfogadni a határozati javaslatot, amelyről, ha nincs több kérdés és hozzászólás, akkor szavazást rendelek el. Aki egyetért a határozati javaslatokkal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és aki tartózkodik, az pedig 1 fő. Köszönöm szépen. A napirendet lezártam. Második napirendünk tulajdonosi hozzájárulás Balatonhajós Kultúrárt Egyesület részére, hasonlóképpen, mivel a Csabargőzős a város tulajdonában áll, az üzemeltető pályázik, ezért a tulajdonosi hozzájárulást meg kell adnunk az ott lévő kiállítási tér bővítésére beadandó pályázathoz. Bizottság. A bizottság tárgyalta és elfogadásra. Köszönöm, kérdések, hozzászólások következnek. Ha nincs hozzászólás és kérdés, akkor a szavazás következik. Természetesen javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot, és így, ha a beadandó pályázatra sikeres lesz, akkor a hajó környéke további fejlesztés alá kerülhet. Aki egyetért, ebben egyhangú a képviselőtestület, köszönöm szépen, a napirendet lezártam. A hármas napirendünk javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására. A testület a mellékelt névsort tudja elfogadni, a trajegyzőasszony összeállította ezt a névsort, egyeztetett. Ha van kérdésetek, azt biztos ő meg tudja válaszolni, de itt vitát nem nyitunk. Kérdés? Nem volt. A testület vita nélkül határozza a névsorról egyetlen szavazással, aki egyetért, egyhangú volt a képviselőtestület. Köszönöm szépen. És végül a négyes napirend következik, amely egy már meglévő kupakgyűjtő akciónak egy pici kibővítése. Ugye a városban lévő kupakgyűjtés az ezekben a bizonyos kis szívecskékben folyik. Az a javaslatunk, hogy a befolyt és értékesített műanyag árához ugyanannyit tegyen hozzá a város, és mindig egy-egy, minden évben egy-egy meghatározott célt támogasson. Aki idén, ugye, ha döntünk arról, hogy hozzátesszük ezt a 33.200 forintot, akkor a Boglár iskolát támogató alapítványhoz kerül majd ez a bizonyos duplázott, tehát 66.400 forint. Nyilván a jövő évben lehet más célt is megállapítani, ez az idei, illetve az elmúlt év, ugyanis akkor idén. Igen. Nyilván az elmúlt évben keletkezett ez a bevétel. Bizottság? Tárgyalta és örömmel elfogadta. Köszönöm, kérdés, hozzászólás. Nincs, akkor aki egyetért magával az elvi kérdéssel először, és akkor a második szavazás pedig arról szól, hogy idén az iskolán az alapítványhoz kerüljön. Mindkettő egyhangúan el lett fogadva, úgyhogy használják föl az iskolai alapítványban a gyerekek javára ezt a kis összeget. A napirend után szeretnék tájékoztatást adni, illetve egy kérést adni, hogy a testület is támogassa ez irányú javaslatomat. A múlt év előtt már, ugye 2020. április 22-én a járvány berobbanása után indítottam el az első 100.000 forintos befizetésemmel azt a járványügyi segélyalapot, amely balatonboglári COVID károsultak megsegítésére jött létre. Sokan csatlakoztak hozzám, és így végül is mintegy 1,5 millió forint gyűlt össze. Ez a városnak egy elkülönített számlája, és minden alkalommal, amikor kifizetés történt, a bizottság elé hoztuk az adott, nyilván zárt ülésen az adott kérelmeket. Körülbelül 1 millió forint lett kifizetve, így a mai állás 495.000 forint, ennyi maradt a számlán. Azt javaslom, hogy a mai nappal szüntessük meg a gyűjtést a járványügyi segélyalaptárgyában. Azt gondolom, hogy azok a kérések már beérkeztek, amik akceptálhatók voltak, mindenkinek segítettünk is, de maradt pénz az alapból. Így azt javaslom, hogy a
mai naptól már alakítsuk át ezt a járványügyi segélyalapot, és így a város is tud gyűjteni az ukrajnai háborús menekültek segélyalapjává, és azt is javaslom, hogy a megmaradt 495 ezer forintot nyilván megköszönve minden eddigi támogatást ugyanerre a célra fordítsuk most már. És mai naptól hirdessük meg újra ezt a számlaszámot, és természetesen a mai naptól erre az új célra, az ukrajnai háborús menekültek megsegítésére fordítsuk az ide befolyt összegeket. Az ökumenikus segélyszervezeten keresztül, így a város lakók is a város számláján keresztül tudnak segítséget nyújtani. Természetesen mindenki közvetlenül is tudja támogatni bármely segélyszervezetet. Arra nem vállalkozunk a város részéről, hogy tárgyakat vagy élelmiszert gyűjtsünk. A nagy távolság és a miatt ez gyakorlatilag azt gondolom, hogy a leghatékonyabb a pénzadomány, és a profizmus ebben nagyon fontos, a segélyszervezetek a helyszínen látják, mire van szükség, nagy tételben tudnak vásárolni, így a leghatékonyabb a pénzadomány ebben az esetben. Kérem, ha van kérdésetek, akkor... Ha nincs, akkor kérem, hogy ezt... Igen? Nem kérdés, igen? Csak egy mondat lenne, hogy azért mégis azok az emberek, akik azt mondta a polgármester úr, hogy nem kell tárgyakat gyűjteni, de én úgy tudom, hogy elég sok helyen van, ugyanis most ilyen tárgyi tárgyakat, ahol gyűjtik is. Én azt nem mondtam, hogy nem kell, csak a város erre nem vállal. Tehát aki ennek ellenére, és azt köszönöm is mondtad, nyilván én is mondhattam volna, tehát ennek ellenére, aki nem pénzadományjal szeretne segíteni az ukrajnai háborús menekülteken, hanem valamit hoz, arra van lehetőség, vannak a Facebookon is megkérdetett akciók, de különösen az evangélikus egyháznál is lehetséges ilyen adományokat, tartós élelmiszert, egyebeket bevinni, és ők is ugyanúgy eljuttatják a helyszínre. Azt kérem csak, hogy a város részéről ilyen gyűjtés, mivel nem szervezünk, ezért aki a városon keresztül akar segíteni, az erre a számlaszámra tud pénzt befizetni, és biztos lehet benne, hogy akkor a mai naptól már erre a célra fogjuk ezeket eljuttatni. Kérem szépen tehát ennek szíves tudomásul ételét és egyetértéseteket. Amennyiben ez megtörtént, akkor a mai ülésünket bezárom, és akkor holnaptól ez a számlaszám tehát már erre a célra fog élni, és kérem a segítségét mindenkinek. Holnap után van, igaz? Hát, illetve közzé tesszük ide, tehát a mai befizetések már ma nem jött befizetés még, tehát mostantól akkor erre a célra fogjuk átutalni ezeket a befizetéseket, és majd ha vége lesz a válságnak, akkor nyilván lezárjuk azt is, mint ahogy a járványügyi alapot is lezártuk, és nyilván lesz talán a cél, de reméljük, hogy nem kell senkit sem segíteni. Az volna a legjobb, ha soha nem kellene semmire gyűjteni, mert minden rendben volna. Ez még talán messze van. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a mai nyílt ülést bezártam, és zárt üléssel folytatom.